Szabadai Viktor, a Liberálisok választmányi elnöke a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Kívánok. Ha már euróárfolyam, akkor a legvégével egy pillanatra kezdhetjük. Nézi-e például a saját pénztárcáját, és tud-e magyarázatot adni arra, hogy amíg máshol például emelkedik, és vannak országok, ahol szintén az euró erősödik, addig Magyarországon sokan azt írják már, hogy beszakadt a forint. Ezt nem lehet csak Orbán Viktorra, vagy a kormányra, vagy a jegybankra kenni, hiszen más országokban is gyengélkednek a lokális valuták. Valóban így van, elég összetett ez a kérdés, hiszen, ahogy ön is említette, eltérnek az euróárfolyam irányok, a mozgások. Én azt gondolom, hogy mégiscsak van abban a mondásban valamit, amit hallhattunk, ugye, hogy a forint árfolyamának beszakadása vagy további zuhanásának az egyik eszköze lehetne a miniszterelnök csere. Ez egy viccesen hangzott, ez 2008-ban idézett mondat. Én azt gondolom, hogy a szemléletváltás az mindenképpen eszköz lehetne. Ugye mi régóta mondjuk, hogy a devizakitettséget a leginkább akkor lehetne megszüntetni Magyarországon, hogyha csatlakozna az eurózónához Magyarország. Ebbe indultak különböző mozgások, voltak erre törekvések, de én úgy látom, hogy ez egy kormányzati szinten, ez nem egy erős szándék. Lassan már felnőttek azok a gyerekek, akik aznap születtek, amikor először belengedték, hogy mikor lesz majd euró Magyarországon. És azt gondolom, hogy ez egy óriási hiba, hogy még mindig ezzel hezitálunk. Ilyenkor látszódik, hogy mennyire sérülékeny a magyar gazdaság, mennyire nem stabil lábokon áll a forint, amikor egy ilyen folyamattal, és nem tudjuk egyébként, hogy hol a vége, tehát elemzőket én is hallgattam, láthatóan elég borús képet festenek még ezzel kapcsolatban. Ön például tud magyarázatot adni, hogy a szintén nem dübörgő gazdaságú egyes szomszédoknál, mint például Horvátországban, ez hogy nem történt meg? Én azt gondolom, hogy ennek a mozgásnak azért az is a hátterében van, hogy a piac a forint stabilitását úgyis beározza, látva az évi beterjesztett költségvetés, látva a perspektívát a magyar gazdaságban, valószínűleg sérülékenynek látja a piac a magyar forintot, ez is benne van, és nem látja biztosítottnak a jövőben sem azt, hogy ez az állapot változna, ezért is lehet. És én továbbra is azt tartom, hogy tehát az eurózónához volt csatlakozás, ezek az erős lépések lennének azok, amik felszámolnák ezt a kitettséget, ami a magyar gazdaság most van. Na hát egy testhez álló hír, a Népszava címoldán azzal foglalkozik, hogy az M2-es metró meghosszabbítása kapcsán az alagutat még nem, de a terveket már fúrják. Itt ugye arról van szó, hogy a Pillangó utca Cinkota lenne az első ütem, ami megépülnek, utána pedig a Rákoskeresztúri szárnyvonal. Mondjuk ez nem mostanában, mert csak az első ütem is 2025-ig várható, aztán a Rákoskeresztúri rész pedig 2028-ig. Viszont alap úgy tudja, hogy a fideszes vezetésű kőbányai önkormányzat már jelezte, hogy ezt nem támogatja. Más fideszes önkormányzat viszont azt mondja, hogy ő erről nem hallott. A 17. kerület Ríz Levente részéről mondta azt, hogy ő nem tudja azt, hogy kőbánya vétózna. Önmagában az ötlet azért rendben van, nem? Természetesen. Ugye Ríz Levente polgármester úrnak ez egy régi javaslata, ami aztán a fővárosi közgyűlés az által vezetett bizottságon is támogatást kapott. Én azt gondolom, hogy ez egy hasznos, jó javaslat, hiszen azért a 17. kerületben élő 100 000 embernek a hétköznapjait, illetve az agglomeráció arról környékéről érkezőknek a mindennapjait segíteni, nem beszélve arról, hogy hát azért, aki ismeri azt a környéket, onnan bejárni a városba felszíni közlekedéssel meglehetősen nehézkes, több átszállásos, ráadásul azért mindenki tudja, hogy a felszíni közlekedés a végtelenség nem terhelhető Budapest, tehát most csak, mit mondok egy számot, 2012-ben még Budapesten meg az agglomerációban nyilván tartottak kevesebb, mint 1 millió autót, mondjuk 990 ezer autót, 3 éve később már 1 millió 60 ezer felett járunk, és a 2018-as adatok, pontosan tudjuk az autóadásokból, hogy ezek meredeken mennek felfelé. Tehát Budapestet felzabálják az autót. Minden ilyen kezdeményezés egyébként azt szolgálna, hogy a város élhetőbb legyen, a közlekedés normálisabb legyen. Aki most Budapesten felszínen próbál közlekedni, látja, hogy lehetetlen pontosan időben elérni egyik pontról a másikba, hiszen mindenhol dugókkal találkozunk. Én azt gondolom, hogy nagyon rossz az a irány, ami most itt a kőbányai önkormányzatnak megindult, hogy egy ingatlanfejlesztés, egy luxus lakóparknak az építése kapcsán elkezdenek fúrni ilyen terveket. Egyébként az érv az volt, hogy bizonyos földeket elvágnának a sinek, és emiatt hátrányos, meg hogy védett természeti területet is érintenének. És ugye ott egy ingatlan fejlesztése kijölt, egy lakópark építése kijölt területből vágna le egy szeletet ez a nyomvonal, hiszen itt ez egy részén ez egy felszíni metró lenne, hogy a tervek szerint. Ezt arra azért befizetek, hogy mi megéljük-e azt, hogy az 5. ütem is elkészül, ami a Hungaroring szárnyvonal lenne. Hát bár készülne el, egyébként én, tehát a múlt héten is ugye
arról tartottunk sajtótájékoztatót, hogy egyébként a Red Bull kapcsán a főpolgármester elnézést kért a budapestiektől, de én azt gondolom, hogy sokkal súlyosabb esetek is vannak, ami miatt elnézést lehetne kérnie a budapestiektől az elmúlt 8 év során, és ilyen pontosan a metrófejlesztés, a Ferihegyi metró meghosszabbítása, ami lekerült folyamatosan a napirendről. Ha már sajtószemle és az elmúlt hetet idézte, illetve a hét elejét idézte, és akkor az részt idézte. Pro és kontra fellángolt a vita, ugye. Igen. a főpolgármester azt mondta, amíg ő főpolgármester, jelenlegi keretek között ezt így nem lehet tovább megrendezni, miközben volt olyan támogató, aki azt mondta, hogy hát a Budapest gyönyörű panorámáját látják nagyon sokan élvezték, nagyon sokan szerették, nem az első alkalomról volt szó. Ön megrendezni vagy nem rendezni meg jövőre ezt a versenyt? Én nem vagyok egy nagy pártoló ennek a rendezvények, de megértem azokat az érveket, én is láttam. Monakóban is élnek emberek, igen. És az az egy Forma 1-es hétvége biztos nem olyan kellemes az ott lakóknak, pontosan viszont az egész világ arról beszél, hogy ott van a Forma 1, ez pedig ugye a repülésnek a Forma 1-je. Igen, pontosan ezeket az érveket ismertem én is, akik ott szívesen részt vesznek ezen, pontosan azt mondják, hogy azért kell ezt itt Budapesten megrendezni, és nem mondjuk egy repülőtéren a városon kívül, mert ez adja az eszenciáját ennek a dolognak. Én azt gondolom, hogy elsődleges szempont mindig a biztonság. Tehát, hogyha ebben megerősítést kapnak azok a hangok, akik most elsősorban azért támadják ezt a rendezvényt, mert balesetveszélyesnek tartják, nem tartják biztonságosnak. Inkább azt, hangosnak tartották, méghozzá nagyon hangosnak. Igen, az a hangos, az egy kényelmi szempont ilyen szempontból, mint az, hogy valójában balesetveszélyes vagy sem. Tehát azokat a hangokat is persze figyelme kell venni, akik azt mondják, hogy berezonál az ablak 4 napon keresztül, és nem tud aludni semmi, sem a gyereknek. Tehát ezek is fontos hangok. De én azt gondolom, hogy az még fontosabb egyébként, ez a balesetveszélyes. Ugye itt azért mégiscsak szűk területen, házak között, a Duna felett repülnek el repülőgépek elég nagy sebességgel. Számtalan, hogyha ma a YouTube-ről szó, hogyha beütjük ezeket, akkor keresünk, látjuk őket, hogy milyen szomorú történések voltak ezzel kapcsolatban azért az elmúlt Magyarországon években. Nem történt soha, hasonló is ne is történjen. Hadd idézek egy címlapot, a 168 óra címlapját, és kicsit kezd HVG-sítődni a 168 mire óra. Gondolsz? Arra gondolok, hogy ők adtak mindig egy ilyen nagyon jellemző címlapot, ráadásul néha grafikai elemekkel, akkor mutatom, Mr. Balaton, meghekkelték a magyar tengert, Mészáros és társai, áll egy kisfiú, egy úszó gumival egy balatonparti lépcsőn. Emilia, mielőtt vendégünkhöz fordulok, mesélj már egy picit a címlapotokról. Hát köszönöm szépen, akkor ez itt a reklám helye. Ugye ez az összeállítás két elemét idézi, amit a Balaton kapcsán sokat szoktunk beszélni. Az egyik az az, hogy ugye a munkaerőhiány az hogy alakul, és hogy megszólal benne például egy fiú, aki azt mondja, hogy neki a barátja Svájcban dolgozik 1,5 milliós bérért. És emellett pedig, akik ott dolgoznak, ők 1000 forintos órabért kapnak, és 12 óráznak, és még mondjuk egy cigi szünet sem akkor van, amikor ő azt hogy szeretné. Hogy jön ehhez Mészáros és társai úszógumi? És a másik része, amit pedig gyakran emlegetünk, az ugye az, hogy Tibor Cisven, illetve Mészáros Lőrinc, amit Gőgő Zoltán mindig itt emlegetett, a kempingek, a borászatok és a legnagyobb szállodák, szállodaláncok azért valahogy ehhez a Holdudvarhoz vándoroltak. Viszont ugye hatalmas összeg áll a balatoni régióban állami részről rendelkezésre, és talán ezek az érdekeltségek megpróbálják azt elérni, hogy ne csak 5-7 legyen a balatoni szezon, hanem egész évben legyenek programok. Igen, ez is nagyon fontos egyébként a munkaerő szempontjából, ugye, hogy minél tovább kiterjeszteni azt a szezont, amiért megéri ott dolgozni a Balatonon. Most mondjuk ez az időszpont nem kedvez neki, de reméljük, hogy hamarosan újra kisüt a nap. Amit egyébként ennek kapcsán érdemes elmondani, a liberálisok mindig elmondják, hogy ez a fajta munkaerő hiány, ami most jelent Balatonnál a leginkább észrevető, de szerintem Budapesten is számos esetben találkozunk ezzel. Ez mindig abból, ez annak az eredménye egyrészt, hogy a kivándorlás Magyarországról elég erős. Az, akinek szakmája van, és mondjuk egy nyelvet beszél, az biztos, hogy megnézi, hogy mennyit tud keresni akár Svájcban, akár Ausztriában, ugyanazzal képest. Nézik a románok, de... is elmennek Olaszországba, Spanyolba, nézik nincs... a horvátok, ahol nemzeti alapvetően nem ez a probléma. Tehát ez nem egy magyar sajátosság. Igen, azt gondolom, nem ez a probléma alapvetően. Az alapvető probléma a társadalmi immobilitás. Az, hogy ugye vannak olyan területek, ahol egyszerűen nem találnak megfelelő munkaerőt Magyarországon, sem építési területeken, sem a vendéglátásban sorolhatnám még. És vannak olyan területek, ahol meg
szinte kilátástalanságban élnek emberek munka nélkül. Egyébként az érdekes, mert az egyik megszólal pont erre mondja, hogy mondjuk az önkormányzatok összefoghatnának, és ilyen munkásztállókat jó értelemben véve. Mindennek az alapja, én azt gondolom, az oktatás és a képzés. Tehát, hogyha arra helyezni, mondjuk ez a mostani költségvetési javaslat, hogy elsősorban a hangsúlyt, hogy az oktatást, a képzést fejleszteni, mondjuk azokon a területeken, ahol ilyen kilátástalanságban élnek emberek, megpróbálnának valamit perspektívát nyújtani ezeknek az embereknek azáltal, hogy szakmát, nyelvet, akármit tanítanák nekik, akkor én azt gondolom, hogy ez a válságos helyzet is javítható lehetne. Hiszen akkor nem az lenne, hogy tömegek ülnek munkanélkül otthon, más területeken meg egyszerűen nem találnak persze embereket. Más kérdés ugye, hogy a Balatonnál idén munka van, és hogyha 5 hét a szezon, vagy 10 hét a szezon, de azt mondom, hogy ez Budapest is egyébként ugye úgy jellemző. Hát igen, de az is megoldott, hogy ne 5 hét legyen, vagy mondjuk 2-3 hónap síszünetben, hanem egyrészt, tehát a vendéglátás turizmus ez az kiterjeszthető, másrészt meg Budapestre ugyanúgy jellemző a villanyszerelő, a festő, és sorolhatnám még ugyanaz a problémával szembesül. Szabadai Viktor, a Liberálisok választmányi elnöke volt a vendégünk, vele néztük át a lapokat. Köszönjük szépen, hogy itt jártál.